Brüsszeli javaslat szerint az Európai Unióba érkező bevándorlókat egy előre meghatározott kvóta alapján osztanák szét a tagállamok között kötelező jelleggel. Mivel a magyar kormány álláspontja szerint csak a magyarok dönthetik el, hogy kivel szeretnének együtt élni és kivel nem, ezért népszavazást kezdeményeztek a kényszerbetelepítés ellen. Vendégem Tuzson Bence, kormányzati kommunikáció felelős államtitkár, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ellenzékiek azt mondják, hogy igazából jó, hogy a kormány szeretne egy ilyen kötelező betelepítés elleni népszavazást, viszont ők azt gondolják, vagy ők azt mondják, hogy Brüsszel nem is akar ilyesmit. Akar vagy nem akar? Hamiskás beszéd, hiszen látjuk, hogy akar, sőt, tiltakozik az ellen, hogy ebben a kérdésben népszavazás legyen, mondván, ugye Schulz úr nyilatkozta például ezt az Európai Unió részéről, hogy hát mi lenne akkor, ha népszavazásokkal döntenénk ilyen fontos kérdésekben, és hát az európai szolidaritás elvét hangsúlyozzák akkor, amikor azt mondják, hogy az Európában egyébként egyes országok által beengedett tömegeket, akik gazdasági bevándorlóként, illegális migránsként megérkeztek egyes országokba, mindegy, hogy milyen oknál fogva, de valamilyen októl vezérelve szétosztanák a különböző európai országokban. Egyesek talán egy részét ezeknek az embereknek megtartva, talán belső társadalmi nyomástól vezérelve. Szeretnék, hogyha nem ott lennének ezek az emberek, és hát ők ugyan beengedték, de inkább más országokra kényszerítenék rá ezeket az embereket. Hát erről beszélünk, és hát arról, hogy hát Európa vezető politikusai támogatják is ezt a kérdést, és hát feje tetejére akarják állítani az Európai Uniót, hiszen az Európai Unió azért mégiscsak úgy működik demokratikusan, hogy a nemzetek döntenek, a kormányok képviselik a nemzetek döntését, és ezekből a döntésekből formálódik meg az európai döntés és végrehajtás, azaz a nemzeti döntéseket végrehajtja az Európai Unió, a bizottság, vagy az Európai Uniónak más szerve. Nem pedig fordítva van, hogy az Európai Bizottság dönt, és az Európai Bizottság döntését csak végrehajtják a nemzetek, akár a nemzetek akarata ellenére is. Hát itt a kényszerbetelepítést, akkor erről beszélünk, hogy az Európai Unió el akarja dönteni azt, hogy ezeket az embereket szétosztják, és akár akarják az országok, akár nem, hozzájuk betelepítenék ezeket az embereket. Hát ezzel ellen tiltakozunk mi. Ja, azt is mondják, hogy azzal, hogy a népszavazás mondjuk érvényes és eredményes lesz, véletlenül igen, azzal nem történik semmi, mert ezzel nem lehet megakadályozni egy Európai Uniós döntést. Ön szerint meg lehet-e akadályozni? Nem az a kérdés, hogy meg lehet-e akadályozni, hanem csak ezzel lehet megakadályozni egy Európai Uniós döntést. Ez a tapasztalat Európában. Tehát volt bármilyen nemzeti szabály, voltak nemzeti alkotmányok, alkotmányba illesztett szabályok különböző kérdésekben. Az Európai Unió működésének fogaskerekeit egy dolog tudta mindig megakadályozni, megállítani, az pedig a népszavazás volt. Hát ilyenkor ehhez az eszközhöz kell folyamodni, mert hát mégiscsak azért egy nemzeti érdekről van szó, és ebben az kérdésben nem baj, ha a magyar emberek állást foglalhatnak, már csak azért is, mert azért mégis egy olyan kérdésről beszélünk, ami nem 5-10 évre, nem 10-20 évre, hanem 50-100, akár 200 évre is meghatározhatja Magyarországnak a sorsát, az, hogy kikkel élhetünk együtt, vagy kikkel éljünk együtt. Ebben a kérdésben mégiscsak az lenne, ha mi magunk dönthetnénk, és senki nem kényszeríthetne ránk ilyen döntést. A sajtóban lehetett olvasni azt, hogy nyilván elsősorban most a magyar-szerb határa összpontosul a migrációs nyomás, és Szabolcs-Szatmár megye nem ott van, viszont azért itt is van ugye, menekültábor Nyírbátorban, tehát bizonyos szempontból ez a megye is érintett benne. Várható-e az, hogy idén még a tavalyihoz hasonló mértékű migráns megjelenik Magyarországon, vagy a kerítés az mindenkit elriasztott? Hát a kerítés az csak kezeli a kérdés, de hosszú távon nem oldja meg ezt a kérdéskört. Nekünk arra kell törekednünk, hogy az ország egészét megvédjük a román határ tekintetében is. Ha véletlenül arra abba az irányba fordul a migráció, a magyar kormány már felkészült arra, hogy azon a határszakaszon is képesek legyünk megvédeni az országot és felépíteni a határzárat. Ez meg tudja állítani átmenetileg a migrációt, de már most látjuk, hogy milyen óriási nagy nyomás van határainkon, hiszen egyre többen, napról napra egyre többen jönnek be így is a határzáron keresztül. Noha ezeket az embereket megfogják, most módosítottuk is a szabályokat pont a növekvő nyomásra való tekintettel, hogy hozzunk létre egy 8 kilométeres sávot, és akit ezen belül fogunk meg azt lehessen visszatenni egészen a tranzitzónákba, ahol gyorsított eljárásban hatékonyan lehet eldönteni a kérdéseket, tehát gyorsan reagál is a magyar kormány ezekre a kérdésekre. Ezért hosszú távon mindenképpen fontos az, hogy a
külpolitikai kérdéseket is rendezzük, vagy a külső kérdéseket is, és próbáljuk meg stabilizálni a különböző országokat. Nehogy úgy járjunk más országokkal, mint mondjuk Líbia esetében járt a világ, amikor hát megszűnt a központi hatalom, és nem jött a helyén létre egy új hatalom. Hogyha nézzük a többi arab országot, mondjuk egy Egyiptomot, aminek a lakosság azért 90 millió fő, hogyha ott bármilyen bizonytalan helyzet állna elő, akkor Európára ez milyen nagy súlyt, milyen problémát jelentene, azt is pontosan látjuk. Tehát mi magunk érdekeltek vagyunk a helyzetek a stabilizálásában ebben a térségben is, itt is, Szíriában és máshol is. De Európának első és legfontosabb kérdése, hogy a határait körben védje meg, és képviseljen egy egységes álláspontot a migráció kérdésében is. De amennyiben nincs egységes álláspont, mi nekünk saját magunkat kell megvédeni, ezt tettük a határzár megépítésekor is, és most pedig az európai döntést kell befolyásolnunk egy népszavazással, át kell billentenünk Európát egy másik irányba, és hát meg kell törnünk azt az akaratot Európában, ami a kötelező betelepítés pártján áll, és azt mondja, hogy az összes embert terítsük szét szépen Európában. A kormányzat hogy készül, mikor lehet ez a népszavazás? Nyilván nem a kormány dönti, hanem a köztársasági elnök, de hogyan készülnek? Reálisan ugye a matematika számai alapján, amit ugye a jogszabályok is tartalmaznak, ez szeptember-október lehet, tehát ez az időszak az, amikor Magyarország a népszavazást lehet tartani. Hát meg is kell tartanunk természetesen ebben az időszakban. Nagyon fontos kérdésről van szó, és tényleg az a fontos, hogy minél több magyar ember állást is foglaljon a kérdésben. Nyilván gyökeres változást fog majd hozni ez a népszavazás, vagy ennek az eredménye, de hogyha ma itt a parlamentről beszélünk meg, ugye arról a jogszabályról, amit hétfőn fogadott el az országgyűlés, egy nagyon fontos másik jogszabályt is elfogadott, a költségvetést. Tervezi a kormány azt, hogy a jövő évben is lesz valamennyi költsége a védekezésnek? Hogyne, tehát erre külön kell számítani, és erre tartalékokat is mindig kell képezni, mert nem tudjuk ennek a pontos költségét. Ugye ebben az évben is, mert nagyon nagy összeg volt már, tehát, és az előző évben is azért 60 milliárd forintot már elköltöttünk ebben a kérdésben, ami egy nagyon nagy szám, de azért nem elsősorban a költségvetési kérdések ebben a fontosak, hanem az, hogy az emberek mindennapi biztonságát azt meg lehessen teremteni, és meg lehessen óvni, vagyis meg is lehessen erősíteni. Ezért a költségvetés mellett ugye különböző törvénycsomagokat, ami a biztonság megerősítéséről szóló törvénycsomag, beleértve az alaptörvény módosítását, zárójelben megjegyzem, hogy nagyon sajnálom, hogy ezeknek a nagy részét a magyarországi baloldal nem támogatta, hiszen itt nem a napi politikai kérdésekről beszélünk, hanem hosszú távú politikai kérdésekről, tehát nemzeti kérdésekről, sorsfordító kérdésekről, ténylegesen, hogyha a nagy szavakat akar az ember használni, de ezek ténylegesen azok a kérdések, és hát arról, hogy ma Magyarországon bárki biztonságosan kimehet az utcára, szeretnénk ezt megőrizni, ehhez pedig hatékony eszközökre van szükség. Kettős a felelősség, a kormánynak van ezzel kapcsolatban feladata, de az eszközöket a kormány kezébe az országgyűlés adja. Ehhez volt szükséges az, hogy egy jó pár törvény létrejött. És hát természetesen a költségvetés, ami meghatározza a következő évünket, így már második éve időben elég hamar elfogadta az országgyűlés a költségvetést ahhoz, hogy a gazdaság erre képes legyen felkészülni ebben az évben is, és hát ez a költségvetés most az adócsökkentésről szól kifejezetten, és az otthonteremtésről. Az adócsökkentés ebben az évben elsősorban áfa csökkentést fog jelenteni, tehát a legfontosabb élelmiszereknek az áfáját, mint a tejnek, a tojásnak, vagy a baromfinak a húsárában megjelenő áfa csökkentés jelenti. Ugye tavaly már a sertés áfa csökkentés az meghozta maga eredményét, és látszik is, hogy jól működött az áfa csökkentés, így érdemes volt folytatni ezt a munkát, valamint egyébként a turisztika területén is fontos intézkedések születnek az éttermi áfa csökkentése, vagy az internet áfájának a csökkentése tekintetében, tehát ez egy ilyen jellegű csomag. A másik pedig az otthonteremtés, ami még a migrációval is szorosan összefügg, mert azért a magyarországi népesség problémákat elsősorban azért úgy érdemes megoldani, hogy jó családpolitikát folytatunk, és a jó családpolitikának a záloga az, hogyha otthonteremtési programot indítunk, és hogyha valaki például 3 gyereket vállal, vagy 3 gyermeke van, abban az esetben adjunk lehetőséget számára, hogy igénybe vegyen egy komolyabb állami támogatást, 10 millió forint támogatást, ha új lakást akar venni, 10 millió forint államilag támogatott hitelt, aminek a maximális kamata az 3%, és ezen felül az áfa csökkentés itt is megjelenik, hiszen az ingatlanok áfáját, az új ingatlanok áfáját azt csökkentette a kormány 27%-ról 5%-ra, az mégiscsak egy 22%-os árcsökkenés jelent ezen a területen, valamint az áfa visszatérítéssel, hogyha valaki mondjuk maga épít, akkor 5 millió forintig visszaigényelheti az áfát, tehát
az otontremtisi csomag is egy erős lábokon álló csomag. Reméljük ösztönzés a magyar embereket, a fiatalokat arra, hogy vállaljanak gyermeket, hiszen ez nem titkolt célja ennek a programnak. Hírfelül még volt egy fontos bejelentés, hogy nem csak a pedagógusoknak lesz béremelése idén is és jövőre is, hanem a kulturális szférában dolgozóknak, és várható, hogy más területek is, több pénzt kaphatnak. Hát meg az egészségügy, ugye, ami egy nagyon fontos kérdés. Itt is történt egy megállapodás, amikor 107 ezer forinttal emelkedik most idén az orvosoknak a fizetése, jövőre is 100 ezer forinttal, és az egyéb egészségügyi dolgozóknak a béremelése is százalékosan meg fog valósulni, egy 50% fölötti béremelés fog még a következő néhány évben megvalósulni, a mostani bázisról kiindulva. Hogyha a 2010-es bázist tekintjük, akkor azért az egy nagyon nagy egy béremelés lesz, tehát egy 100% körülű béremelés, tehát egy komolyabb béremelésről beszélünk. Természetesen van itt még teendőnk, 500 milliárd forintot elköltött az ország egészségügyi fejlesztésekre az utóbbi időszakban, itt Nyíregyházán is megvan ennek az eredménye a kórház tekintetében, de hát országosan még Budapest az, ami ebből a szempontból problémát jelent, hiszen ott még a fejlesztések előtt vagyunk. Már döntött a kormány egy komolyabb kórházfejlesztésről is, egy nagy központi kórházról, úgyhogy a budapestiek tekintetében is előrelépés lesz a következő időszakban, ott is kórház megerősítésekre és új központi kórház építésére sor fog kerülni. Ezek komoly tervek és nagyon komoly döntések is, hiszen mégiscsak az emberek mindennapi életéről van szó, és mindezt úgy kell megtenni, hogy azért az ország gazdasága, költségvetése ne boruljon fel, az egyensúly megmaradjon, de a magyar emberek teljesítménye az lehetővé tette a legutóbbi idők gazdasági növekedésével azt, hogy egyre több pénzt tudjunk áldozni ilyen jellegű kérdésekre, még akkor is, hogyha nem mindenhol áll rendelkezésre Európai Uniós forrás, és reméljük, hogy ez folytatódni is fog, legalábbis mi mindent meg fogunk tenni ennek érdekében. Így legyen, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Én is köszönöm szépen.